minden rákbetegség mögött valamiféle genetikai elváltozás áll? Igen, hogyha azt akarjuk definiálni, hogy miben különbözik a rákbetegség az összes többi gyakori betegségtípustól, akkor ez az legfontosabb ok. Alapjellemzője az, hogy genetikailag megváltozott sejtekről, szövetekről beszélünk. Na most a genetikai ok az öröklött vagy szerzett? Úgy értem az öröklött genetikai okot, hogy nyilvánvalóan nem a rákot örököljük mondjuk a szüleinktől, hanem a hajlamot a rákos megbetegedésre. A daganatoknak azt mondhatjuk körülbelül 5%-a. Vannak daganatféleségek, ahol esetleg elérheti a 10%-ot is ez az örökletes hajlam kimutathatóságot. Tehát, hogy magyarul a betegség kialakulásában emlőrák vagy vastagbélrák örökletes tényezők játszottak szerepet. De tehát hozzuk magunkat. 95% vagy 90%-ban ez mind szerzett károsodás.